2014-es országos diugrató bajnokságon veszünk részt itt a Nemzeti Lovardában, és az amatőr magyar bajnokkal, Debreceni Évával beszélgetünk, aki a Federes döntőn aratott győzelme után a szabadtéri szezonban is győzött. Hogy érzed magad, hogyan értékeled ezt a sikert? Nagyon jól, most így közvetlenül a döntő után. Szerencsém is volt, a kinti szezont jobban szeretem, úgyhogy a fedeles döntő az igazából ilyen joker volt, hogy el tudtunk indulni, mert nálunk otthon nincs fedeles, de a kinti döntőre azra tudtam folyamatosan készülni, úgyhogy ez így nagyon jó volt. És hol készülsz fel? Mutasd be egy picit a pályafutásodat, lovadat. Ülön Dóra Majorban készülök, Götler Vili az edzőm már 5 éve, azóta ott lovagolok, előtte Nyíregyházán, mert nyíregyházi vagyok, az egyetem miatt jöttem Budapestre. A lovam Baby Queen, nem saját, ilyen bérelt ló. Már 3 éve versenyzünk együtt, úgyhogy most már igazán összeszokott páros vagyunk, meg szerintem nekem nagyon, nagyon bejön ez a típusú ló, és szerintem jól tudunk együtt dolgozni. És ő az egyetlen lovad, és mennyit gyakoroltok? Nem, ő az egyetlen, van egy saját, egy 5 éves, ő idén kezdett versenyezni, illetve egy 7 éves, ő november óta versenyzik, de ők még azért kisebb pályán mennek. Ők is megvannak már 1 éve, tehát hogy 1 éve ők is versenyeznek, de a régebb óta a Baby Queen-ben. Minden nap lovagolok, munka után, mind a hármat, úgyhogy elég sokat. A téli szezon egy kicsit nehezebb, ugye fedeles nélkül, de nagyon sokat lovagolok, igen. Hogyan értékeled ezt az egész eseményt itt, amin részt veszünk? Én nagyon jól éreztem magam, a pálya nagyon jó, ez minden alkalommal, ha tehetem, akkor jövök minősítőre is, mert nagyon jó a pálya. A fedeles nekem egy kicsit nehezebb a melegítő a Baby Queen-nel, mert ő jobban szereti a nagyobb tereket, tehát kint egyszerűbb vele melegíteni, de mondjuk azt itt is megteltem, hogyha kint éppen nincs nagy forgalom a pályán. Úgyhogy én szeretek ide járni, jól éreztük magunkat. És mik a terveid a jövőben? Milyen kategóriákban fogsz versenyezni? Ugye amatőr kategória volt, és aztán ezen ugye van feljebb lépés. Még nem tudom, idén még van egy megyei döntő, arra még szeretnék vele elmenni ott felnőtt kategóriában. Aztán meglátjuk, nem attól függ, hogy mit bír a ló is, mert azért nem annyira fiatal, meg előttem vele nem versenyzett, nem ment sok pályát. Úgyhogy majd meglátjuk, remélem még egy kicsit tudunk följebb lépni, aztán majd kiderül.